És remek volt a nyári tábor. Mindannyian együtt voltunk, és mindenki csinált ott, amit szeret. Nem kellett tanulni. Igen, én például napozni fogok. Nincs semmi jobb a Kitty könyvolvasástól. Nekem be kell mennem a házba. Van áram, de hoztam magam a topboxot. Igen, előfizettünk 5 évre. Én vettem nektek, ne felejtsétek el. Nem hagyod, hogy elfelejtsük. És amíg nincs áramatok, fizethettek magatoknak. A saját előfizetéseitekkel. Hozzanak vizet, kérem. Én majd kivárom az éjszakát, hogy véghez vigyem a rituálimat és a ceremóniát. Emberek, szeretnétek tudni, hogy a mi gazdag gyerekeink mit találtak a táborban? Akkor gyűjtsük össze a mi kedvenc 60 ezer lájkunkat. Menő! Hát, hagyjátok most a ti értelmetlen szórakozásotokat, gyerünk! Amíg Mary Johnson itt van, addig dolgozni fogunk a leghasznosabb képességeken ehhez az élethez. Mary Johnson, ez pihenés. Igen? És mi a legjobb hely a pihenés eltöltésére? Könyvtár! Spászalon! Jacuzzi? A temetőben. Virtuális valóság. A természetben. Így valahogy. A házban nem tudjátok érezni a természetet. Gyönyörű erdünk van mellettünk. Ki engedne be minket a házba? Gerold, itt nincs semmi érdekes. Minden, ami érdekes, az erdőben van. Nem, nem az erdőben. Csak ha éjszaka van. Nagyon izgalmas lehet a vadonban tölteni az időt, és megtanulhattok sok hasznos dolgot. De a kezdőknek, mint például mi, muszáj legyen egy mentora. Hello, és én ki vagyok? De nem végzett el őr vagy erdész tanfolyamot. Gerold, annyi időt töltöttem gyaloglással az életemben. Tudom, nagyon sokat. Egy őr sem tud annyit, amennyit én. Úgyhogy készüljetek el, megyünk az erdőbe. Gyerekek, a legfontosabb, amikor az erdőben vagytok, az az, hogy találjatok valamit enni. Miért? Hát nem hazamegyünk. Kate, szimuláljuk a helyzetet. Elvesztél az erdőben, nem pedig a tükörben, mint ahogy szoktál. És a menün szereplő első étel vad méhek által készített méz lesz. Hát ez rossz ötletnek hangzik. A legfontosabb találni egy elhagyatott üreget a fában, ahol még mindig maradt méz. Egy ilyen fát találunk itt. Elvesztek egy hosszabbatot, és katorjátok a mézet. Biztos benne, hogy itt nincsenek méhek? Több éves tapasztalattal rendelkező erdész ezt ránézése is meg tudja állapítani. Emberek, ti is hallottátok ezt? Anya! Csak nem mozogjatok, nem fognak bántani! Jaj, fáj! Mary Johnson, mi ez itt? Felejtsétek el, amit mondtam! Meneküljetek! Gyorsan! A mézen kívül az erdőben sok finom áfonya is van. Legalább az áfonya nem fog bántani. Még Homer is bólint néha. Hát nem vagyok Homer, de mindegy. Ezen a tisztáson nagyon ritka áfonyák vannak. Bazilika, ószerpentin. Úgy hangzik, mint valami, amit tudni nem kell lenni. Sőt, amikor kicsik voltunk, akkor csak ezt ettük. Elnyomja az étvágyot, kevés kalóriát tartalmaz, és segít a súly elvesztésében. Biztos, hogy lehet enni őket? Kicsit világosak. Ó, sötételen, te azt szeretnéd, ha az egész világ fekete lenne. Mondom nektek, ettük őket, amikor a suliban voltunk. Oh,
Mit csináltok? Normál! De a mi időnkben kicsit máshogy néztek ki. Az igaz. Most már végre gombát süthetünk és ehetünk. Szóval, adjátok ide a serpenyőt. Mit csináltok? Semmi különöset, gombát ettünk. Néztétek, hogy jó gombákat szedette? Igen, talán. Összehasonlítottam őket netes képekkel, ehetőknek kellene lenniük. Nem vagy valami magabiztos. Ó, ugyan, Júlia, nem mindenki buta körülötted. Igazából négyesen van bioszból. Emberek, sötételen is én szedtünk gyönyörű mézes gombákat nektek. Megsütöttem őket, és most hívlak, hogy együnk. Az a személy, aki mérgező áfonyát adott, hív minket gombát enni. Nem hiszem el. Fura. Ne is kezdjétek el, mindannyian pontosan tudjuk, hogy hogy hangzik. A gyerünk, nem is kellett volna macsaráznunk, hogy összeszedjük őket. Megvendégeltek minket, az ingyen kaja mindig jó. Gyerünk, Mary Johnson, együnk! Ez csak fölni akar. Tesó, jól vagy? Nagyon jól. Miért ilyen a hangja? Tuti, szeretnétek tudni? Szerintem nem. Sötétele butas képet ezekről a bézgobákról. Tudtam, ez habis vészgobba. A szoknyácskában különböznek, amik a lábon vannak. Hiszen hol voltál eddig ezzel a tudásszal? Sötételen olyan meggyőző volt. Négyese van bioszból, tudhatja. De Mary Johnson azt mondta, ő kitűnő tanuló. Röviden, senkinek se szabad hinni. Elfelejtettek papírt hagyni! Mary Johnson is, ha többet nem szednénk semmit. Oké, ahogy ti mondjátok. De forraljunk fel egy kis vizet a tűzön, és csináljunk teát. Hát akkor, ha ez a te a boltban lett vásárolva, és nem valami tisztásnál az út mellett volt szedve. Oké, csak teafilterjeim vannak, és teás kancsom. Teázni fogunk a természetben, gyerekek. És a víz? Veszünk majd a tóból. De hát piszkos. Hát először fel fogjuk forralni, és utána rakunk bele potászium permanganátot, és az majd neutralizálja a vizet. Biztos? Ez az igazság. Apukám mondta, hogy a katonaságban neutralizálták a vizet. Mi? Mi? Hogy hangzik ez? Megbízhatónak. Potászium permanga igazából fertőtleníti a vizet. Végre az első megállás az erdőben. Emberek, nem gondoljátok, hogy fura íze van a teának? Ó, ez nagyon menő ital. A legdrágábbat vettem a boltban. Tajga növényekkel készült. Tényleg nem tudom, hogy milyen a tajga növényes tea, de ez egy picit nagyon fura. Lehetetlen. Mi ez? Mi ez itt? Jaj! Hova néztetek, amikor a tóból szedtétek a vizet? Egy kézzel szedtem, a másikkal pedig játszottam a telón. Honnan tudtam volna, hogy ott van egy béka? Honnan? Esetleg azért, mert ez egy tó, nem tud élni a telón nélkül. Legalább ez nem az én hibám, és a potászium permanganát mindent fertőtlenít. És ki tette rá? Hopsz! Ez őrültség!
Gyerekek, tudom, hogy már utáljátok az erdőt, de nem bírok egyedül visszamenni, és nem tudjátok az utat vissza. Aj! És megígérem, hogy nem fogunk semmit sem szedni, sem inni. Ígérem. Mutatok nektek valami érdekeset, hogy kiengeszteljelek titeket. Mindenért, ami eddig volt. Én már félek. Arról van szó, hogy itt megfordulhat mérges kígyó, mint például tigris csörgőkígyó. Sajnos ők meg szokták támadni az embereket. Veszélyesek! Remek, pont agyaltam, hogy miért hozott el minket az erdőbe, meg akar ölni! Még ne pánikoljatok, létezik ellenméreg a tigris csörgőkígyó harapás ellen. Egy régi sámán adta nekem ezt. Sámán? Az majdnem a varázsló. Nem hiszek nekik! Vadméhek mézéből, kígyóbaszinegákból és különböző hamis mézgombák főzetéből készül. Nem jól hallottam? Annak ellenére, hogy összetevők egyenként nem túl hasznosak, együtt olyan italt alkotnak, ami meg tud ölni a tigris csörgő kígyókat. Igazán veszélyesek. Én ezt nem fogom kipróbálni. Jó, nem. Erre nincs szükség. A következőt fogjuk csinálni. Megyünk az erdőbe, és megkeressük a kígyót, és engedjük majd, hogy megharapjon. Úgyhogy meg fogom nektek mutatni az ellenhatást. Mondani sem akarom, hogy ez hogyan rakzik, mint egy hülyeség. Ha ezt a receptet tényleg a sámán adta volna neki, akkor tuti beválna. Meg akarom mutatni nektek, hogy nagyon sok mindent kapható az erdőtől. Be fogom bizonyítani nektek! Gyerünk, gyorsabban! A kígyók pont ott vannak! Csak követjük a csörgő kígyó nyomait. Itt vannak! Gyerekek, tudjátok, hogy az egyetemen én voltam a tájékozódás bajnoka? Mi nem tudjuk, mi az a tájékozódás? Azaz, amikor az ismeretlen terepen térképpel és iránytűvel közlekedünk. És hogyan lehet élni navigáció nélkül? És hogyan lehet élni navigáció nélkül? Hadd mutassam meg nektek! Tegyétek ide a telefonjaitokat! Könnyen meg tudom mutatni nektek, hogyan találjatok meg a tisztást és hazaérjetek navigáció nélkül. Gyerünk, gyerünk! Ne aggódjatok! Adjad! Gyerünk! Beszettem a telóm! Gerald, tedd ide a telód! Gyorsan! Így van, bravo! Mohára fókuszálunk, meg a napra! Jól van, jó tisztáson vagyunk. Bújjatok el a bokor mögé, és nézzétek, hogy vadászom le a tigris csörgő kígyót. Rendetlen Gerald, fuss a legközelebbi patakhoz, és hozz nekünk egy kis vizet. Gyerünk! Bújjunk el! Látom a tigris csörgő kígyót. Emberek! Megvan a harapás, gyerekek! Itt van a harapás! Haj, gyerekek, itt van a harapás! Ez őrültség! Szóval szükségem van az ellenméregre. Egy pillanat. Ne! Mi? Elveszítettem valahol út közben. Hívjátok a mentőket sürgősen! Hol van a teló? Hol van? Pontosan, minden telót betettünk az edénybe. És hol az edény? Az edénybe, amiben rendetlen Gerald szedte a vizet. Rendetlen Gerald, kérlek mondd el nekünk, hogy esetleg nem áztattad el a telóinkat. Ó,
Oké, múltkor nem láttad a békát, de ezúttal hogy nem láttál 6 telefont? Most ez nem fontos, mehetek a faluba segítségért. Úgy sem érsz vissza időben. Megpróbálhatom a varázslással. Nem lesz rosszabb. Aha. De jobb sem. A fenébe, hogy fogjuk megmenteni Mary Johnson-t? Emberek, csend! Hogyan? Mindig van két telom, hogy bírjak játszani az egyik, amikor a másik lemerül. Ez az első alkalom, hogy te a játék megszállottságod megment egy emberi életet. Még nem mentette meg, hívjátok a mentőket! Nos, Mary Johnson, akkor ezek után csak sok foci és normális étel lesz. Oké, egyezem. 1-0 nektek. Igazából, ha a Peter-t számolunk, akkor 4-0 nekünk. Oké. Köszi még egyszer, hogy megmentettetek. Megígérem, a tábor ezen része jobb lesz, mert pont olyan lesz, amilyet szeretnétek. Hurrá! De én mindenképpen megtervezem a szabadidőtöket. Fők a kívánságok! Hurrá! 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 A szigorú irányításom alatt. De holnaptól kezdünk. Ma azt csinálhattok, amit szeretnék. Hurrá! Csökkenti az étvágyat, kevés kalóriát tartalmaz. És nincs rá szükség. Ezt így hagyom. Hogy megtaláljuk a megfelelő tisztást, és visszaérjünk. Én elfelejtettem a telóm. Ó, ez az enyém. Megvendégelnek minket, ez az ingyen van. Az édes mindig menő. Potasszió permangát tényleg fertőtlenít.